Érkezik a város ajándéka a szekszárdi hajléktalan szállóba. Szűcs László intézményvezető azt mondja, ilyenkor folyamatosan kapnak a támogatásokat. Jelenleg 35-40 ember lakik a szállón. Tehetház van minden ellátást nyújtó intézményben. Egyre kevesebb ügyfél van, aki egyáltalán semmit nem szeretne elfogadni. Nyilván október 15-én volt egy szabálysértési törvénymódosítás, ez többeket azért megijesztett, de a nappali ellátást legalább elfogadják ezek az emberek is. Ilyenkor, mondja Szűcs László, sokan melegételt hoznak, vagy egyéb adományokkal segítik a hajléktalanokat. Van, aki pörkölt főzés, van, aki gulyás levessel, túros batyúval látta el az ügyfeleinket, van, aki szaloncukor adományjal kedveskedik, sőt, dohányadományunk is van. A karácsony előtti héten 4 ételfőzési akciót szervezünk, ami konkrétan itt van az intézményben. A Menhely Alapítvány felmérése szerint közel 50 ezer hajléktalan él Magyarországon. Ellátásukra évek óta a szolgálatokon keresztül 8-9 milliárd forintot költ az állami költségvetés.